1970 és 1990 között a szórt aszbesztet széles körben használták Magyarországon, többek között hő- és hangszigetelésre, tűzálló anyagként mind a lakó, mind a középületek építésénél. De nagyon hamar kiderült, hogy egészségkárosító. Súlyos légzőszervi megbetegedéseket, az aszbesztózist, tüdőrákot, végül halált okoz. Nincs olyan kis koncentráció, amely ne jelentene kockázatot akár 15-35 év lappangási idő elteltével. A környezetvédelemért és az egészségügyért felelős tárcák megbízásából ezért már 1999-ben megkezdődött a szórt aszbesztet tartalmazó épületek országos felderítése, majd az aszbesztmentesítési program kidolgozása és végrehajtása. A program az elmúlt 8 évben azonban nem nagyon haladt, noha ma is felnőttek és gyermekek tízezrei élnek vagy dolgoznak szórt aszbesztet tartalmazó, a nem megfelelő felújítás, az aszbesztmentesítés hiánya miatt egyre veszélyesebbé váló épületekben, például Veszprém, Győr, Tatabánya lakótelepein, vagy az Országos Széchenyi Könyvtárban. Pedig Magyarországon is kötelező az az európai irányelv, amely szerint az aszbeszt által okozott környezetszennyezést meg kell szüntetni. Az országos hulladékgazdálkodási terv 2030-ra tűzte ki a mintegy 1,6 millió tonna különböző formában előforduló aszbeszt eltávolítását és szakszerű ártalmatlanítását. Az emberek egészsége érdekében azonban ezt előbbre kellene hozni. Államtitkár úr, azt kérdezem, mikor és milyen állami segítségre, támogatásra számíthatnak az önhibájukon kívül ilyen veszélynek kitett állampolgárok és közintézmények? Várom meg tisztelő választ. Köszönöm, képviselő asszony, tisztelt országgyűlés, és megadom a szót Farkas Sándor államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő asszony. Köszönöm a képviselő asszonynak, hogy kérdésével felhívta a figyelmet ismételten az aszbeszt környezet és egészségvédelmi problémáira. Az aszbesztet rendkívül előnyös tulajdonságai miatt erőszeretettel alkalmazták több évtizeden keresztül a magyar építőiparban különböző szigetelésekhez, burkolatokhoz, és nem utolsó sorban talán még az autóiparban is. Sajnos az aszbeszt egészségkárosító hatását viszont a tüdőrák nagyon gyorsan kifejlődő formáját okozza, viszonylag későn ismerik fel és bizonyították be hatását. Az emberi egészségre nézve a legveszélyesebb aszbeszt termék az úgynevezett szórt aszbeszt, amelyről ön is szólt, illetve az egyéb aszbeszt-cement termékek, ezek ártalmatlanítása a jelenlegi adataik szerint több mint 300 milliárd forintba kerülne, ami meghaladja a magyar költségvetés lehetőségét. Tárcánk azonban fontosnak tartja az aszbeszt okozta kockázatok kezelését, éppen ezért még az előző ciklusban a lakosságnál képződő, aszbesztet tartalmazó palahulladék lakosságtól történő kedvezményes, elérhető közelségbe történő átvételét és szakszerű elhelyezését biztosító program kidolgozása érdekében munkacsoportot állított fel. Továbbá szakmai egyeztetéseket folytatott a közszolgálati szervezeteket tömörítő köztisztasági egyesülettel. A munkacsoport felmérte az aszbeszt tartalmú hulladék lerakásának, engedélyeinek, különböző kapacitásoknak és a lerakóhelyek országos helyzetét. A felmérés megállapította, hogy rendkívül nehéz, és egy olyan helyzet alakult ki, ami a lakosság részéről igazából nem támogatott, és a lakosság nem ezekre a kijelölt helyekre vitte el ezt az aszbeszt hulladékot. Éppen ezért a kormány részére egy programtervezet is készült, amely megoldási javaslatot tartalmaz az aszbesztet tartalmazó veszélyes építési hulladék elérhető közelségbe történő átvételére. Köszönöm, majd később folytatom meg. Köszönöm szépen, államtitkár úr válaszát, viszont válaszra megadom a szót képviselőasszonynak. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Én szakértőktől azt hallottam, hogy azért ez egy nagyságrenddel kevesebbe kerülne, nem 300 milliárd forintba. Viszont, hogyha önök ilyen számot tudnak, nyilván szükséges ennek a felülvizsgálata. Viszont a több tízezer fiatal és gyermekek nevében is azt kérem a tárcától, hogy mi hamarabb történjenek lépések annak érdekében, hogy a következő évi költségvetésben már megjelenjenek azok a fedezetek, összegek, amelyek el tudnák ezt a programot indítani. Nyilván szükséges azért ahhoz, hogy megfelelő program elinduljon ezeknek az épületek felmérésének az aktualizálása, a középületekre való kiterjesztése is, a megfelelő szakmai építőipari mentesítési háttér kialakítása, valamint a tájékoztatása
folytatás. Nagyon reméljük, hogy ezek a munkálatok nagyon gyors ütemben elindulnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Viszont válasz illeti meg államtitkár urat. Önnél szó. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőasszony. Azért egy nagyon finom helyreigazítást kell, hogy tegyek, mivel az agrártárcának továbbá hosszú távon nem lesz feladata az aszbesztmentesítő telephelyeknek a rendezése. Éppen ezért a kormányzati munkamegosztás alapján az aszbeszttartalmú építmény bontásával, termékeiknek az építményből történő eltávolításával, valamint az aszbesztmentesítéssel kapcsolatos egyéb egyes tevékenységekre vonatkozó feladat és hatáskörök megoszlanak majd az érintett szakterületek között. Tehát igazából nem az agrártárca környezetvédelmi államtitkársának lesz majd a feladata. Természetesen az elhelyezés, a kiválasztás igen, ez egy kölcsönös együttműködő feladat lesz. Köszönöm szépen!